Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Amit elhangzott, hogy most mi a helyzet a médiában, ugye egy történeti felvezetés tulajdonképpen egy 30 éves ívről beszélgetünk a mai napon. Hát, hogyha ezt az egyensúly a médiában helyett más szóval kellene megfogalmaznunk, akkor a médiaháború időszakából eljutottunk a kultúrharc időszakába. És tulajdonképpen az egyensúly a médiában az a különböző kultúrák és a kultúrákhoz kapcsolódó ideológiák, és ezeknek a sajtóban való leképeződése az, ami tulajdonképpen ebben a pillanatban minket leginkább foglalkoztat. És azért is fontos maga a cím, mert azon túl, hogy kultúrharcról beszélünk, az egyensúly a médiában az egyszer mind törvény és hatósági kérdés is. Nem véletlen, hogy itt van András ebben a dologban. Ugyanis azt értük el, hogy most már a média viszonyok oly mértékben átalakultak, hogy a reguláris média, tehát a törvényben szabályozott média az egyre inkább háttérbe szorul, kevesebb platformot lát el, mint az a média, amelyet pillanatnyilag még nem sikerült regularizálni ennek következtében. Tulajdonképpen ha az egyensúlyról beszélünk, akkor arról kell beszélnünk, hogy vajon a reguláris törvényben szabályozott média és a törvényben eddig szabályozatlan média, az hogyan viszonyul egymáshoz. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a meghívást, meg hogy itt lehetek ebben a körben. 2010-et a jelenleg is hatályos médiatörvény elfogadását a szokás egyfajta mérföldkőnek tekinteni, a média piac és a média szabályozást illetően, de azért azóta is eltett most már csak nem 12 év. És azt látjuk, ugyan én azt gondolom, hogy a hagyományos médiumok nem veszítették el még teljes mértékben a befolyásoló képességüket. A legutóbbi kimutatások szerint is a 4 pluszos magyar lakosság átlagosan napi 4 órát tölt a televízió előtt, ez egy óriási szám, és nem sokkal alacsonyabb, mint az internetes kor előtt. De a tendencia nyilván az, hogy az internet az főleg generációs okokból is, de egyre markánsabban megjelenik a nyilvánosságban, és egyre nagyobb ereje van. Az úgynevezett reklámtortából ma már az online az többet kap, mint a hagyományos médiumok, tehát a hagyományos médiumok gazdasági alapjai is kezdenek mondjuk úgy, hogy visszahúzódni. De hiába próbálta meg 2010-ben a médiatörvény, meg az azt megelőző, a 96-os a úgynevezett hagyományos médiumokat szabályozni, elsősorban televíziókat, rádiókat, ugye azt látjuk elsősorban a televíziós piacon, hogy az Európai Uniós csatlakozás nyomán a magyar országra sugárzó magyar nyelvű televízió csatornák végül is egy ügyes csukló mozdulattal ki tudják vonni magukat a joghatóság alól. Ez az országos televíziók döntő többségére ma igaz. Tehát föláll egy ember Bukarestben, vagy Luxemburgban, vagy Prágában, és tesz egy nyilatkozatot, hogy én szerkeztem a XY csatornának a műsorát, nem is Budapestről, nem is a Róna utcából, vagy nem is Nagytéténből szerkeztik. Ez nyilván az uniós szabályozás lehetővé teszi, és ezzel a mozdulattal gyakorlatilag a magyar szabályozás alól ezek a csatornák kivonják magukat, ami nem lenne akkora baj, hiszen az európai szabályozások máshol is nagyban hasonlítanak a magyarra, csak hát egy román, egy luxemburgi, egy cseh médiatorság nyilván nem tesz nagy erőfeszítéseket ott az adott országban nem is fogható magyar nyelvi csatornák felügyeletére. Ennek például gyermekvédelmi szabályok felügyeletekor van igazán nagy jelentősége. A másik, ami tendenciaszerűen már 2010-ben is látható volt, de igazából az azt követő években ért el hozzánk, vagy érte el a magyar társadalmat, hogy nem csak a hagyományos médiumok online leképeződései a fontosak, hanem ezeknél már sokkal fontosabbá váltak az online platformok és más online tartalomszolgáltatások, videó megosztó, streaming és így tovább. Most ezekre vonatkozóan egy Magyarország, de bármely más Európai Uniós tagállam önállóan hatékony szabályozást nem igen, vagy csak bizonyos részkérdések tekintetében tud alkotni. Még az Európai Unió, ami egyébként két héttel ezelőtt
hivatalosan a közlönyben megjelentette az új szabályozást, ez jövőre, illetve 24 elején hatályba lép majd, sem tudott az igazán fontos kérdésekkel foglalkozni ezen platformok véleménybefolyásoló képessége, esetleges közérdekű kötelezettségei, esetleges társadalmi felelőssége, ezek a kérdések nem szerepelnek még az uniós szintű vitákban sem. Ilyen szempontból pedig a magyar jogalkotó, magyar jogalkalmazó szervek alapvetően kiszolgáltatottak, már ha a közérdeket, illetve bizonyos társadalmi szempontokat szeretnének érvényesíteni. Nyilván egy csomó jót is lehet mondani a platformok által generált nyilvánosságról, arról, hogy mindenki szabadon beszélhet le, gyakorlatilag ingyen. Ennek is vannak előnyei, hátrányai. Ha úgy adódik, akkor ezekről is tudunk majd szót ejteni. Gábor? Én is köszöntök mindenkit. Nekem azt mondták, készüljek egy 2 perces tézis gyűjteménnyel. Igyekszem előadni, hogy... A machiavellizmusodat hozd elő. Igen, hát igyekszem rendszerezett lenni. Én is egy vita álláspontot kínálok fel. Egy kellőképpen éles álláspontot próbálok megfogalmazni, hogy legyen vita. Én azt gondolom, ez a trükközés is arra utal számomra, csak más értelemben, hogy a média az egy harci terep. És itt a délelőtti panel is arról szólt, hogy van egyik oldal, meg a másik oldal. És olvastam, hogy ez a panel arról szól, hogy 10 meg 22 között mi történt. És szeretnék néhány dimenziót javasolni mindenki számára, hogy én hogy értelmezem ezt a kérdést. Szerintem van egy terjedelem, mondjuk jobb híján egy kompetencia, meg egy hatalomtechnikai dimenzió. És nekem az elmúlt 12 év arról szólt, hogy a jobb oldal megpróbálja utolérni a balt. A terjedelem kérdésében azt jelenti, szó volt erről is, hogy legyen akkor 50-50%, tehát érjünk el valami terjedelmi egyensúlyt. Bár szerintem az egyensúly, ez egy bizonyos pozícióból nézve, az egy vesztes pozíció, tehát fölényt kell kialakítani. A másik kérdés, ez a kompetencia, itt akik itt ülnek, ők is gyakorolják ezeket az érveket, hogy szerintem a másik oldal mindig ügyes volt abban a kérdésben, hogy az érvényesség és a hitelesség kritériumát maga mondta meg. Ebből alakult ki ez a független objektív újságírás az egyik oldalon, propagandisták a másik oldalon. Tehát itt van egy küzdelem, hogy mi is az újságírás, mi a feladata, és kik az újságírók. És a harmadik dimenzió, ez a hatalomtechnika kérdése, hogy a narratíva elmondásában, a politikai célok elérésében egyik vagy másik oldal médiája hogyan tud részt venni, segíteni, és hogyan befolyásolja az embereket. Ez egy kimondatlan vita, de ezért érzem azt, hogy nagyon erősek az indulatok, és nagyon sok szenvedély van ezekben a vitákban. Azt állítom, hogy a jobb oldal egy ilyen utolérési effektus hajtotta, és a hajtóerő az egy morális érzés, ez az igazságtalanság érzete, hogy nem bánnak velünk méltányosan, és ezt hajtotta előre a jobb oldalt. De most jön a slusszpoén, a tézisemben, vagy az állításomban, hogy én azt gondolom, úgy érzem, és pedzegette ezt a délelőtti két panel is, hogy lehet, hogy ez egy idejét múlt vita. Mert itt a törzsek vitatkoznak, hadakoznak egymással, miközben van egy technológiai ugrás. És érdemes lenne arról beszélnünk, hogy 10 és 12 között mi történt az újságírással. Éppen eszembe jutott egy híres indián ülőbika, aki ugye nagyon érdekes karriert futott be, mert először legyőzte az amcsikat, a hadsereget, de utána ugye el kellett mennie Kanadába, majd visszajött, és Buffalo Bill néven futott be karriert, részt vett ilyen showkban, és közben saját anyanyelvén átkokat szórt a fehérekre. És hogy az a gyanúm, hogy az újságírásnak ilyen értelemben vége van. Tehát ezt leginkább a tekintélyérven keresztül tudnám megmutatni, hogy az újságírók tekintélye hol állt mondjuk 20 évvel ezelőtt, és hol áll most, hol szerepelnek a fizetési listákon, hol szerepeltek akkor, és hol szerepelnek most, és a sort folytathatnánk. És röviden én azt látom, hogy valami egészen más világba lépünk át folyamatosan. Az újságíróból tartalomelőállító lesz, az olvasóból tartalomfogyasztó, és megjelent valami, amit én úgy hívok, hogy plebejus újságírás, tehát potenciálisan mindenki újságíró a közösségi média segítségével. Mindez megrendítette az egész szakmát, az újságírást, mint olyat, a C-gondolkodást, mint olyat, a tekintély kérdését, és azt gondolom, hogy itt utóvét harcok vannak, miközben a törzsek egyik oldal, másik oldal megvívja a szenvedélyes csatáit. Máté?
Én is nagyon köszönöm a meghívást, meg a lehetőséget. Egy picivel fiatalabb generáció vagyok, én még 2010-ben, amikor a változás történt, akkor csak 18 éves voltam, tehát viszonylag ehhez a generációhoz, hogy változások, azok jobban tapasztaltam ezeket a bőrömön. Picit hadd hozzak egy személyes példát azzal kapcsolatban, hogy szerintem mi változott az elmúlt 12 évben. 2010-ben a Hetek, az még az a heti lap, amelynek a napszerkesztője vagyok, az csak egy nyomtatott sajt, csak egy nyomtatott sajtóorgánum volt, időnként szervezett rendezvényeket, volt egy-két brand terméke, de extra tartalma, egy-két videója, de lényegében egy nyomtatott sajtóorgánum volt, és az újságírók, akik ott dolgoztak, azok rovatot vezettek, újságcikkeket írtak. Ma már bármelyik kollégánkra gondolok, akkor egyszerre kell neki TikTok videót gyártania, Insta sztorit fotóznia, selfit lőnie bárhol jár, online cikket írnia, YouTube videóban szerepelnie, és akkor valahol a sornak a 9.-10. állomása szinte az, hogy megírja azt a minőségi cikket, ami egyébként nagyon sok óra befektetéssel szül egy olyan eredményt, ami a töredéki embert éri el, mint amit az előző dolgok, amiket említettem. Ilyen szempontból ez egy szomorú dolog, mert ami az érték sokszor az újságírásban, hogy én egy olyan tartalmat állítok elő, és a fogyasztó az egy olyan tartalomért fizet, amiért én nagyon mélyen megdolgozok, utána járok, kutatok, a tapasztalatomat belerakom, elmegyek a helyszínre, stb. Ma már tényleg úgy átalakult az újságírás, hogy sajnos az új platformok, amire a tartalmakat gyártják az újságírók, ott az algoritmus vagy a médiafogyasztási szokások azt kívánják meg, hogy minél inkább egy ilyen nagyon liberális, nagyon destruktív, nagyon nihilista hozzáállása legyen az embernek, nagyon cinikus, és ezt díjazza, úgymond, az algoritmus. És ezért nagyon nehéz nekünk újságírásban dolgozó embereknek is az, hogy az értékeinket megőrizve próbáljunk alkalmazkodni az új platformokhoz. És ezért én szerintem, visszakanyarodva az eredeti gondolatmenethez, én szerintem nem csak abban van egy nehézség a magyarországi médiában, hogy hogyan lehet megteremteni azt az egyensúlyt, hogy a nemzeti, konzervatív, jobboldali újságírás az hasonlóan akkora mennyiségű embert érjen el, mint amit a baloldali liberális újságírás, hanem abban is van egy rettenetesen nagy nehézsége szerintem a nemzeti konzervatív keresztény oldalnak, hogy ezek a platformok, ezek nem, hogy mondjam, hogy mondják ezt, nem nekünk kedveznek, nem a mi oldalunknak kedveznek, mert ezt a fajta cinizmus sokkal inkább közelebb áll másik oldalnak a világnézetéhez, értékrendjéhez, és nekünk azt lefordítani TikTok nyelvre, hogy miért hiszünk a nemzetbe, miért hiszünk Istenbe vagy a Bibliába, sokkal nehezebb és sokkal kevésbé díjazza vagy jutalmazzák ezek a platformok. Az első beszélgetésben szerintem Mária arról beszélt, amikor a 2-3 perces megjelenéseket emelte föl. Hadd menjek egy picit vissza a történelembe, Gábor, te juttattad eszembe. 2002-ben volt egy egyszerre megszorító és egyszerre felszabadító mondat az akkori miniszterelnök szájából, úgy hívták, hogy Medgyessy Péter, azt mondta, hogy ha valakinek média kell, akkor az vegyen magának. Egyrészt kiszorította ugye az úgynevezett jobb oldalt, Fideszt, nevezzük, akkor még egy kicsit több párt osztozott ezen az oldalon, kiszorította a lehetőségéből annak, hogy bekerüljön a közszolgálati médiába. Ugye akkor az volt a deal ajánlat, hogy egyes baloldal, kettes nemzeti oldal. Ugyanakkor lehetőséget teremtett arra, pontosabban kinyitotta a lehetőségét annak, hogy hát de tényleg, hát miért kéne nekünk sorba állni, csináljunk magunknak médiát. Azért is fontos ez, mert én ebben benne voltam, és akkor átszakadt egy gát. 2003-ban érdekes módon a Prima Primissima díj közönség díját megnyerte a Hír TV, ami azt jelentette, hogy a közönségnek tetszik. Aztán volt egy kisebb törés, aminek a következménye viszont az Echo TV elindulása lett, és innentől kezdve gyakorlatilag átszakadt valami Magyarországon.
És ekkor jött 2010. Ugye 2006 őszének egyenes következményeképpen, és akkor kezdett átalakulni a magyar média, illetve kezdett kiegyenlítődni a magyar média, és ebben neked tökéletesen igazad van, Gábor, amikor már nem a hagyományos típusú média volt az, ami fontos volt. Tehát most tökéletesen igaza van a Gábornak akkor, amikor azt mondja, hogy olyan vitát folytatunk, ami idejét múlt, de mégsem az. Mégsem az, mert igenis, ahogy András mondtad, a nézői szokások azok lassan változnak, és ráadásul a tradicionális médiumok azok, ha nem is a napi fogyasztás állandó részévé váltak, ellentétben ugye az online felületekkel és az online tartalmakkal, ugyanakkor viszont, hogy is mondjam, programmá, eseményé váltak egyes műsoroknak a fogyasztása. Erre szerintem, hadd reklámozzam egy kicsit magunkat, kiváló példa az M5-nek az Ez itt a kérdés című műsora, amelyik valóban, tehát annak a premierje, a televíziós bemutatója, az nagyon sok embernek már programmá vált. Tehát van egyfajta fogyasztási szokás átalakulás, ugyanakkor viszont mégiscsak fontos az, amit mi tradicionális médiának hívunk. András. És fontos, hogy ti hogyan, igen, hát hogy is mondjam, szabályozzátok ezt a törvények által és annak végrehajtásával. Nagyon örülök, hogy előjött ez az idézet, de attól tartok, hogy ez nem Medgyessy Péter eredeti gondolata, mert nekem vannak eltett újságcikkeim a 90-es évek első feléből, amikor ugyanez volt a szlogen. De akkor még Antal József, Konya Imre, Csurka István, ilyenek kormánypárti politikusok. Az ősbűnt kereshetjük 86-ban, 89-ben, ez igaz? Nem. Ugye a médiának megtörtént, nem akarom ismételni itt az előttünk lévőket, de ugye a furcsa privatizáció után, rendszerváltás, médiaháború, és gyakorlatilag akkor jött ez a szlogán, hogy a média szabad, hát most éppen külföldi tulajdonossal kezében, akik éppen nem nyúltak hozzá egy szerkesztőséghez sem, hát éppen a köztársasági elnök nem hajlandó kinevezni tévé, meg rádióelnököket, hát ez most ez van, és akinek média kell, vegyen magának. Olyanok is mondták ezt, akik aztán 2010 után a jobboldali média világban találták meg az újabb feladatukat egyébként. Szerintem igaza van Gábornak, aztán már remélem mond olyat is, amivel lehet vitatkozni, hogy ez a vita, ez egy kicsit megmosolyogtató, vagy korszerűtlen ma már a nagy amerikai technológiai óriások árnyékában és a TikTokozásra kényszerített egyébként komoly újságíróknak a napi munkáját ismerve, de attól tartok, hogy mint hogy a nagy magyar ilyen értelmiségi vagy elit viták, sok évszázad óta ez se fog eltűnni, tehát akkor is tartani fog még, amikor az utolsó nyomtatott sajtótermék fog megjelenni adott esetben. És ennek az egyik oka az, hogy soha nem tettük tisztába a fogalmainkat, soha nem lettek ezek igazából megnyugtatóan kibeszélve. Két héttel ezelőtt járt nálunk az Európai Parlament Kulturális Bizottsága, független média esélyeiről kérdezősködtek. A függetlenség alatt ők a ottani tankönyvszerű függetlenséget értik, ami azért a legritkább esetben valósul meg egy médiapiac egészén egy adott országban, vagy jelentős részében. És amikor egy rövid történeti bevezetőt tartottam nekik rendszerváltástól kezdve, hogy nálunk ennek a kialakulási esélyei miért voltak egészen minimálisak, és hogy az a delegáció, akiket ők függetlennek neveztek, és aznap délelőtt beszélgettek velük, ők egyébként miért nem tartoznak szerintem ebbe a körbe, végül is arra jöttem, hogy teljesen mindegy, hogy az ember mit mond, tehát alkalmatlan volt arra, hogy a majdani jelentés tartalmát a legminimálisabb mértékben befolyásoljon. Miközben ők ugyanúgy azt a média egyensúlyt kérik számon, szó
a szóhasználatban, mint a 90-es évek első éveiben az MDFK-DNP-FKGP kormány képviselői, ami akkor egy szabadság ellenes, borzalmas, retrográd és diktatórikus bűzt árasztó gondolat volt, ma pedig ugye Európa ezzel jön, már egy egészen más technológiai környezetben, ahol egyébként hatósági eszközökkel, törvényi eszközökkel a mai médiát rabláncra verni gyakorlatilag lehetetlen is volna számos okból, és nem csak a technológia miatt. Tehát a vita biztosan idejét múlt bizonyos értelemben, meg fárasztó is, meg unalmas is, de azt hiszem, hogy nem fog elmúlni az életünkből. Ami viszont itt felmerült, az valóban mondhatjuk úgy, hogy vérfagyasztó, és hogyha abba gondolunk bele, hogy az újabb generációnak mi az információhoz, az ismerethez, a tudáshoz való hozzás, hogyan szereznek információt, milyen mélységű információt tudnak befogadni, és nem kell itt, hogy mondjam, generációs háborút hirdetni, elég, ha az ember a saját családjába végignéz a gyerekeken, akkor ez egy nagyon, nagyon, hogy mondjam, aggodalomra okot adó jövő is lehet. Ezek a szolgáltatások kiváló színvonalúak, tehát a legnagyobb probléma velük, hogy oda vonzzák emberek milliárdjait, mert vonzóak, meg érdekesek, és valójában közben meg szétverik egy társadalom kohézióját. Tehát az az élmény, amikor a hagyományos média odaszögezett mindenkit a képernyő elé, mindenki látott bizonyos filmeket, mindenki látott bizonyos sorozatokat. Lehet, hogy utólag úgy látjuk, hogy ez a diktatúra árnyékában, hát nyomorúságos dolog, hogy egy tévécsatorna volt, hétfőn abban se volt adás, de valójában volt egy pozitív hozadéka, hogy mégiscsak volt egy közös alap, amiről emberek beszélgetni tudtak másnap a munkahelyükön, sportesemények és így tovább. Ma pedig minden ilyen platform, a zenelejátszóktól a videómegosztónákon át a közösségi médiáig gyakorlatilag szigeteket teremt, kisebb létszámú szigeteket, amelyek egymással nem is állnak szóba, nem is ismerik egymás gondolatait, hasonulnak egymáshoz bizonyos értelemben, tehát aki TikTok videókon nő föl, az nem fogja elolvasni a háború és békét soha életében vélhetően. Nem azért, mert tudatos döntés hoz, hanem egyszerűen agyilag lesz rá feltehetően képtelen. Na most, ha ilyen szigetek élnek egymás mellett egy társadalomban különböző, hogy mondjam, kapcsolódások és közös alap nélkül, a hagyományos újságírás hanyatlása mellett, ami talán még azért egy jó darabig húzza majd, bár azt hiszem, hogy egyre inkább az elitek szórakozásává válik majd egy hosszú újságcikknek az elolvasása, akkor az nagyon aggasztó, és akkor biztosan nem arról fogunk majd vitázni néhány év múlva, hogy egyébként akkor Kónya Imrének 1992-ben igaza volt-e vagy sem. Azért nézek Mátéra, mert tényleg ő a legfiatalabb közöttünk, és ugye ha belegondolunk abba, hogy a korunknak mi a legjellegzetesebb sajátossága mondjuk a médiafogyasztás területén, akkor azt látjuk, hogy az instant tartalmak azok, amik leginkább átmennek. Hihetetlen gyorsan lehet fogyasztani, egy pici vízzel elkeverjük, és már is ehető, ráadásul rövid legyen, és lehetőség szerint, és ebben az András erre utalt szerintem, lehetőség szerint a saját vélemény buborékunkból származzon, és akkor már is működik a dolog. Na most ezen belül azt a fajta nemzeti identitásépítést, amiről te beszéltél, hát akkor vagy instantosítani kell, vagy pedig ki kell találni valami olyat, amitől ez valóban fogyaszthatóvá válik azoknak a vélemény buborékoknak, amelyek egyébként, ha megfelelő tartalomszolgáltatóra oldalra tolott fel ezt a tartalmat, akkor elfogyasztják. Ugye itt szerintem médiáról beszélünk, de valójában, ha mélyebbre ásunk, akkor a megoldást talán bizonyos szellemi műhelyeknek a létrehozásával lehetne elérni, mert ha mondjuk egy fiatal generációt tekintünk, és most azt mondjátok, én vagyok a legfiatalabb, de hát 30 éves vagyok bizonyos szempontból, én is kiöregettem ebből a generációból, és nekem is konkrétan le kell ülnöm tanulmányozni, hogy például a TikTok hogy működik, annak ellenére, hogy 1 milliárd felhasználója van, és a világnak egy jelentős... Mégiscsak te vagy az 1Z generáció. Így van, de lehet, hogy még nálam is jobban tudnák azok, akik tinédzserként foglalkoznak ezzel. Amit akartam mondani az, hogy vagy azt csináljuk, hogy
hogy megpróbáljuk mi idősebb generációként trendibbé, meg divatosabbá, meg fogyasztatóbbá tenni a saját értékrendünket, vagy létrehozunk olyan szellemi műhelyeket, ami már egészen gyerekkortól kezdve egy olyan tanítás, nevelést, légkört teremt meg a fiatalok körül, hogy ők maguktól termelik ki azokat a tartalmakat a saját platformjaikon, amivel adott esetben egy nemzeti identitást, egy keresztény értékrendet tudnak népszerűsíteni. Tehát én egy picit úgy megfordítanám, és azért is beszélek erről, mert én a hídgyülekezete tagja is vagyok, és büszke tagja, és aktív tagja, és én abban is látok egy hogy mondjam, beért eredményt, hogy például a gyülekezet támogatta a fiataljait abban, hogy a közélet iránt érdeklődjenek, a médiába tanuljanak, és azt kiképezzék magukat, és eljutottunk az elmúlt, vegyük 12 évet, eljutottunk odáig, hogy olyan platformjai vannak a gyülekezetnek, vagy olyan hozzá köthető platformok, amik százezereket érnek el, szinte minden hónapban, vagy akár milliós számról beszélünk, úgy, hogy nem kellett konkrétan utasításba felülről kiadni, hogy ez is ez legyen a legyártott tartalom, hanem az ott felnövő tinédzserek, 20 évesek, fiatal felnőttek maguktól teremtenek meg platformokat. Erre például jó példa, nem tudom a közönségből hányan ismerik az Ultrahang nevű YouTube csatornát. Ott is például egy darab ötletet kitalált valaki a Covid világjárvány idején, hogy a saját gardrób szobájából csinál egy YouTube csatornát. Milyen jó része ez a megváltozott médiafogyasztásnak, hogy bárki otthonról fillérekből csinálhat egy olyan csatornát, ami ma már minden hónapban veri azt a Partizán nevű csatornát, amit milliókból, 10 milliókból, 100 milliókból tart fönt egy más világnézetű és nagyon sok stábtagból álló gárda, és ő Király Tamásról beszélek, ő például egyedül szinte kezdte el ezt az egészet, és most már nyilván többen vannak a csatornánál, csak egy példaként mondtam, hogy lényegében egy szellemi műhely és ezek a megváltozó médiafogyasztási trendek ki tudnak termelni olyan jellegű pozitív sikersztorikat is, amik akár pariba vannak a külföldről pénzelt, nagyon nagy tőkebevonással működtetett, amúgy trendinek számító tartalmakkal szemben. Innováció, kreativitás, szellemi műhelyek. Akkor mondok egy negyedik szót, a rezervátum, hogyha már mondtam a ülőbiket. Hogy... Amint szellemi műhelyt építesz abban a pillanatban, a rezervátumba kerülsz. Hogy hát nem csoda, hogy élesek a viták. Rezervátumban élesek a viták. De komoly dolgokról is szó van szerintem, mert hogyha valakinek elértéktelenedik a tudása, például az újságírók, akkor ők úgy fogják érezni, hogy nem a tudásuk értéktelenedett el, hanem ők maguk. Tehát ez egy komoly szellemi, civilizációs tragédia is. De nem lehet keresztbe feküdni szerintem, hanem az történik, hogy egész egyszerűen megy előre a történet, követni sem tudjuk, András sem tudja követni a maga eszközeivel, a jogi szabályozás eszközeivel. Új harci terepek tűnnek fel, ahol mindig lehet feljajdulni, hogy milyen igazságtalanság, meg méltánytalanság ér minket, elhallgattatnak, cenzúra, stb. De ez nem fogja megszüntetni annak a csatatérnek a logikáját. Tehát én azt tudom mondani, hogy nincs más történet, nincs más lehetőség, mint hogy ki kell ismerni az új harci terepeket, és ott azon a platformon, abban a logikában kell felvenni a küzdelmet, és ha jól értettem az eddigi érveket, akkor a hagyományos médiára is részben úgy tekintettek ti is, mint egy felület. Tehát egy felület, amelyen egy értékrend, egy elkötelezettség, egy hitvilág megjeleníthető, akkor mégsem annyira tragikus a helyzet, mert akkor az új csataterek is csak egy felületek. És én azt gondolom, hogy bár érzem, hogy a jobb oldalnak jól áll ez a mentalitás, hogy fel vagyunk háborodva, meg méltánytalanság ér minket, meg mindig igazságtalan a világ elrendezése, de hogy hát ez így marad. És ebbe bele kell törődni, de nem el kell fogadni. Tehát nem kell elfogadni, hanem egész egyszerűen fel kell venni a kesztyűt, és új terepeket kell nyitni. Az, hogy szellemi... Bocsáss meg, Gábor, mondtál egy nagyon fontos dolgot. A jobb oldalnak jól áll az, hogy meg van sértődve. De most pont nem arról van szó, hogy a jobb oldal van megsértődve, hanem a másik oldal van megsértődve. De szerintem ez egy régi vita. Tehát ahhoz a régi vitához tartozik, amit megpróbáltam az előbb leírni, hogy van egy ilyen terjedelmi dolog, hogy a jobb oldal megpróbált a terjedelembe utolérni a bal oldalt,
meg most úgy tűnik, mintha jobboldali média fölény lenne, legalábbis ha a baloldali lapokat olvasom, és akkor ebből gerjed egy feszültség. De ez a rezervátumban belüli vita. De közben elmegy mellettünk a világ. Új platformok jelennek meg, új gondolkodásmódokat tesz szükségesé, nem csak generációs aspektusba. Meg kell nézni, hogy a Facebook, amit már fiatalok alig-alig használnak, hogyan szerveződnek rajta csoportok, közösségek, hogyan szelektálnak a hírek között, hogyan hagyják figyelmen kívül a hagyományos tekintélybázisokat, a lapokat, és gyártanak le maguknak híreket, cikkeket, szövegeket. Egyébként a szöveg is halott ebben a platformon, hogy folytassam ezt a felsorolást. Tehát, hogy egész egyszerűen új világban vagyunk, de hogy én azt gondolom, hogy aki az új világ ellen megy, abból csak ilyen tragikus hős lesz, vagy mártír, vagy nem tudom mit, de nem tudja a világ folyását megfordítani. Ettől sokkal életre valóbb az a magatartás, hogy akkor menjünk oda, nézzük meg, hogy működik, és győzzünk ott is. Szerintem ez az életre való magatartás. Ugyanakkor egy határhelyzetben vagyunk, szerintem, tehát itt van a régi világ, itt vannak a régi platformok, itt vannak a régi tekintélyállomások és tekintélyszereplők, akik részei a vitáinknak, megszólalók, és lehet, hogy siratják a régi világot, de az új nemhogy dübörög az ajtónkon, hanem ránk rúgta az ajtót. Itt van bent, nem fog kimenni. És ez egy könyörtelen világ, de nem példanélkül álló. Tehát az emberiség történelme teli van ilyen korszakhatárokkal. Ez azért érdekes, mert ugye történelmi pillanat volt a mai nap, egyébként életemben először néztem Facebookon konferenciát, tehát ezt a konferenciát Facebookon néztem meg, és végignéztem az összes beszélgetést, és miközben, amit elmondasz Gábor, az alapján maga az a kifejezés, vagy annak a kérdésnek a fölvetése is okafogyottá válik, hogy egyáltalán beszéljünk-e médias egyensúlyról, hiszen tulajdonképpen egy olyan világban élünk, ahol teljesen más platformok és teljesen más tartalmak azok, amik viszik a prímet. Mindeközben egy előző beszélgetésben és általában a politikai kommunikációban folyamatosan a tradicionális médiáról van szó, folyamatosan arról van szó, hogy ki az, aki birtokolja a közszolgálati tévét, az RTL klubot, a TV2-t, stb. Lehetne sorolni, ATV-t, ti is kaptok, azért mostanában rendesen. Igen, hát Baranyi Krisztinát most ne hozzuk be. És, de azért jutott eszembe azonnal Baranyi Krisztina, mert egy előző beszélgetésben egy nagyon határozott minősítés már is elhangzott a közszolgálati médiával kapcsolatban, egy fake news média. Tehát folyamatosan megy a minősítgetés, folyamatosan megy adott esetben az újságírónak, mint aktornak kizárása a rendszerből, és politikusok akarják megmondani azt, hogy ki az újságíró, de kizárólag abban a médiaszegmensben, ami a reguláris médiaszegmens. Ha mondhatok vagy két dolgot ezzel kapcsolatban, csak két egyszerű mondatot. Az egyik, hogy szerintem a politika fel fog zárkózni a világhoz. Ennek a felzárkózásnak a jeleit látjuk. De mikor? Szerintem azért már megkezdődött a legvirulensebb politikai folyamatban, a kampányban tetten érhető az, hogy másképp közelítenek az új világhoz. A másik... Például, hogy akkor most nem akarlak megszakítani, például abban, hogy a 20 000 szavazatszámláló lement vidékre és felfedezte, hogy ott egyébként emberek is élnek, vagy pedig azt fedezték, hogy úristen, hogy ezek emberek? Melyikre gondolsz? Azért tettél fel ezzel nehéz kérdés, mert szerintem is van egy valóság. Tehát nem csak a közösségi médiában mutatott, meg átélt valóság van, de ez már szerintem más területeket is érint. A pszichológia, a társadalom, lélektan és egyéb határterületeket érinti ez a kérdés, és az is baj szerintem, ha a politika átesik a közösségi média valóságába és elhanyagolja az embereket, de nem a kampányról szeretnék beszélni. Tehát most elütném ezt a kérdésedet. A másik, amiért érdekes lehet, hogy mindig ezen rúgózunk, meg az András példája is erről szólt, hogy itt a függetlenséget kérték számon, azért mert sokkal egyszerűbb rámutatni a rezervátum füstjeleire.
hogy azt mondják, hogy hát a hagyományos médiában nem érvényesül a függetlenség. Ők is tudják, hogy egy új médiavilágban élünk, ők is tudják, hogy a számon kérhetetlen, nem tudják ellenőrizni a Facebook közösségi ellenőrzése, törvényes ellenőrzése hol tart, sehol nem tart. Mégis, tulajdon, az Alep András. Igen, mégis rámutatnak arra a füstjelre, mert azért, mert ott lehet politikai hasznot elkönyvelni. Ezért. Tehát ott a politika logikája érvényesül, nem pedig az újkor logikája. De azt gondolom, és ez szerintem rossz hír a hagyományos politika fogyasztóknak, mert most médiafogyasztókról beszélünk, hogy a politika tartalma, szubstanciája is radikálisan át fog alakulni. Már átalakulásban van. Hogy rövidülnek le a politikusi beszédek? Van-e még értelme a szavaknak, a mondatoknak? Itt szerintem ami virulens volt, az a Trump-féle jelenség. De Trump nem kivételes eset, hanem egy szimptomája annak az új világnak, amiben a politika alakváltozása is tetten érhető lesz. Úgyhogy szerintem egy sor, minden, sor dolog meg fog változni, és egyelőre loholunk utána, mi főleg, te lehet, hogy nem, akárhány év előnyel. Már nyúlt is a mikrofonért. Éppen olvasom a háború és békét, hogy csak hogy visszautaljak, próbálok nem teljesen elsodródni. Annyi jutott még nekem eszembe, hogy említetted ugye Donald Trumpot, hogy meg eleve a közösségi média és a politika kapcsolatát vissza szokták vezetni Barack Obamának a 2008-as elnök választási győzelméhez, hogy mennyire hatékonyan használta föl közösségi platformokat, az új tájékozódási formákat. Én viszont egy picit azt észlelem, de javítsatok ki, hogyha ha ti máshogy látjátok, hogy a mostani kongresszusi választási eredmények viszont egy picit azt mutatták meg, hogy se a hagyományos média, se a közösségi média platformok, se a politikai elemzők, se a kutatók, senki nem tudta előre megmondani, hogy a demokrata szavazóbázis az ennyire aktív lesz, és ilyen hatékonyan fognak szerepelni, illetve a republikánusok ennyire gyengén fognak szerepelni a választáson. Most lehet itt vizsgálni annak a körét, hogy vajon történt-e csalás, mennyire jó az a választási rendszer, vagy sem, de lényegében nekem a személyes benyomásom szerint van egy olyan tanulság ennek az egész kérdésnek, hogy alul vannak becsülve az embereknek a belső világnézeti meggyőződésük, gondolkozásmódjuk, és picit abból indulunk ki, hogy amúgy a számok mit mutatnak az online és digitális térben. Erre nyilván kiváló példa volt Jakab Péternek az álmokfutása, azzal kapcsolatban, hogy ő azt hitte, hogy ugye ezek a számok, ezek szavazatokra váltatok. Nekem egy picit az a tanulság kezd leülepedni, és talán, hogy egy kis optimizmust is vigyek a beszélgetésünkbe, hogy az emberek kezdenek tele lenni azzal, hogy túl sok hír, túl sok információ, túl sok tartalom van. Nem tudom, hányan vannak itt a közönségben, akik már elmentették, hogy a 25. podcast beszélgetést meg szeretnék majd valamikor hallgatni, de idejük sose lesz rá. Túl sok jó tartalom születik, és túl kevés időnk van, hogy azt elfogyasszuk. Csak arra akarok utalni, hogy az emberek telítődnek szerintem egy idő után ezzel a sok-sok újdonsággal, viszont keresik azokat a hiteles, megszűrt platformokat, forrásokat, akikhez kapcsolódva, kötődve, ráhagyatkozva, rábízva magukat tudnak végső soron tájékozódni, és ezért én szerintem a hagyományos újság ilyen szempontból még nincs veszve, csak egy picit át kell alakulnunk. Az optimizmusból csak annyit, hogy ha nem lennék optimista, akkor 60 évesen nem csinálnám ezt a szakmát. Az érdekes, amit mondasz, és abszolút tetten érhető, gyakorlatilag minden nagy választás, akár magyar, akár Egyesült Államokbeli, utána a médiában azért vannak ilyen a trauma pillanatában önleplező módon őszinte hangok, hogy 16-ban láttam először, amikor Trumpot megválasztották, és másnap a mainstream amerikai média publicistái kérdezgették egymástól az újság hasábjain kétségbeesve, hogy hát milyen országban élünk, hát ez hogy lehet, hát, hogy ennyire nem ismerjük, hogy itt ülünk az északi, vagy a keleti, vagy a nyugati parton, és akkor Kentuckyban, meg Georgiában, meg Louisianában, meg emberek tök más gondolnak, hát ez valami botrány. Kicsit hasonló élmény volt most áprilisban, ugye a vidéki Magyarország felfedezése bizonyos
bizonyos médiumok képviselői számára, meg szavazatszámláló segítők számára. És csak arra gondolok, hogy ez az állandó félremérés, meg hogy meglepetések vannak a választások, hogy ez nem amiatt van, mert a társadalom ilyen mértékben egymástól elkülönülő közösségekből, meg egyéni atomizált tagokból áll, amelyek nem a kizárólag az online kommunikáció hatására jöttek létre így, de az online kommunikáció ezt a folyamatot felerősíti, a polarizáltságot felerősíti. Látszólag ma Amerika társadalma erőszakosabb, mint valaha a polgárháború óta. Csak azt nem tudom én eldönteni, hogy most az online kommunikáció hatására, hogy mindenki beszélhet, ez végül is, ami eddig is volt, az vált láthatóvá, vagy az online kommunikáció ezt a jelenséget felerősítette, és azért a magyar társadalom is hasonlóképpen polarizált. Most bármilyen közéleti tartalom megjelenik a Facebookon, elég elolvasni alatta a komment folyamot, hát ott nem értelmes beszélgetés zajlik soha, egyszer sem, véletlenül sem. De lehet, hogy erre korábban sem voltunk képesek, csak éppen nem volt meg az a platform, ahol idegen emberek egymást el tudnák küldeni a melegebb éghajlatra. Tehát, hogy valójában az optimista megközelítésed az számomra szimpatikus, sőt kívánatos lehet, csak nem vagyok benne biztos, hogy e felé megyünk, és az is igaz, hogy szerintem mindig lesz igény színvonalas tartalomra, elmélyült tartalomra, komoly oknyomozó tevékenység, nyomán létrejövő médiatartalmakra. Csak abban nem vagyok biztos, hogy az az internet, amelyik a 90-es években a nagy felszabadulást ígérte, mindenki ingyen beszélhet, mindenki ingyen hallgathat másokat, a demokrácia tökélyre fejlődik, hiszen immáron tömegek közvetlen részvétele nyomán formálódnak majd közpolitikai döntések és más fontos demokratikus pillanatok, valójában nem azt fogja előidézni, hogy a minőségi tartalom az ugyanúgy az eliteknek a luxus termékévé válik, majdani fizetős hozzáférés meg egyebek formájában, mint ahogy mondjuk a 19. században a nyomtatott könyvek. Érdekes, amit mondtál, mert elsősorban azért, mert az jutott eszembe, hogyha megnézed, ugye, hogy mit jelent a médiatörvény, mit jelent egy sajtótörvény, akkor az tulajdonképpen egyrészt kijelöli a lehetőségeket, biztosítja az alapjogokat, sajtóvélemény, szólás és egyéb szabadságot, ugyanakkor meghatározza a kereteket is. És ebből a szempontból azért fontos, mert ezt emberek, politikusok találták ki, építették föl, vitatták meg, hozták létre. Ami most történik ebben a médiavilágban, és itt nem a tradicionális médiára gondolok, itt az algoritmusok cenzúrája zajlik. Az algoritmusok csinálják a sajtótörvényt. És ha belegondolsz, például a Twitternek a megvásárlása, hogy hozzunk egy egészen távoli példát, Elon Musk azzal indult be, hogy ő visszaállítja a sajtószabadságot. Szóba jött Trump is, ugye? A sajtószabadság és a véleményszabadság és a szólásszabadság megsúfolása volt bizonyos értelemben az, amikor Amerika első emberét kizárták a Twitterről. És ugyanez addig, amíg az emberek között nem az online térben zajlott a kommunikáció, hanem fizikai érintkezés révén és beszélgetéssel, annak következtében lehetőség volt egyrészt a vélemények közvetlen ütköztetésére, nem csak egy véleménybuborékon belül, hanem azon kívül is, és valamiféle konszenzusnak, valami minimumnak a kialakítására. Amire azt mondtad, hogy szerinted a Facebookon minősíthetetlen például a komment folyamnak a színvonala, ez azt jelenti, hogy a vélemények minimuma a minősíthetetlen szintjén állt meg, mert ugyanabban a véleménybuborékban ugyanazok az emberek ugyanolyan alapon viszonyulnak bizonyos kérdéshez. Most innentől kezdve viszont akkor egészen vérfagyasztó irányba mozdul el a dolog. Gábor, hozzányúltál a mikrofonhoz, beszélj. Figyeltem a dramaturgiát, hogy vérfagyasztó, és rám mutattál, tehát, hogy
hogy akkor valami vérfogyasztó dolgot kellene mondani. Kezdem inkább valami üdvözítőbbel, hogy azt mondtad, Máté, hogy annyi sok jó tartalom van, hogy életünk végig nem tudjuk elfogyasztani. Ez egy impulzust adhat az orvostudomány fejlődésének, hogy az örök élet és hasonló lépcsőket érjük el, de nem akarok ironizálni. Szerintem nem tudom, István, te vagy a hibás azért, hogy mindig olyan beszélgetésbe keveredek, hogy nekem kell a realistának lenni. És te vagy a machiavellista ezekben a beszélgetésekben. Hát, vagy éppen mindig. Mindenki álmodozó, mert hogy én azt gondolom, hogy itt egy siratást végzünk. Siratjuk a tekintélyeket, siratjuk a minőségi tartalmakat, siratjuk a régi világ hadoszlopait, pedig szerintem nem ennyire tragikus a helyzet, és sohasem volt olyan idealisztikus, mint amit felvázolunk az elbeszélgetéseinkben. Például eszembe jutott, hogy egy kicsit így eszmetörténetileg is elhelyezzük a dolgot, hogy a John Stuart Mill, aki amiatt kardoskodott a véleményszólás szabadság mellett, hogy majd az eszmék szabad piacán az igazság napfényre kerül. Hát most mindenki beszél, és senki se hallja a másikat, de szerintem egy jottányit nem kerültünk közelebb az igazsághoz, lehet, hogy soha nem is kerültünk közelebb az igazsághoz, de hogy az biztos, hogy ma mindent elural a manipuláció, a hazugság, a téveszmék azzal, hogy mindenki beszél. És ez magyarázza az amerikai választások eredményeit is, mert a kutatások az igazságot próbálják kideríteni, holott a káoszt, meg a hazugságot, meg a manipulációt kellene megérteni. Ezért előre jósolhatatlanok a választási eredmények szerintem. Mert mindenki ferdít, mindenki hazudik, mindenki elrejti a preferenciáit. És szerintem ez az adottsága ennek a világnak, ezzel nincs mit kezdeni. És azt gondolom, hogy mindig voltak siránkozások, de hogy nem érzem tragikusnak mindennek ellenére a helyzetet, hanem azt gondolom, hogy az emberi képzelőerő, a kreativitás mindig feltalálta a maga útjait. Egyébként nem beszélhetnénk olyan léptékű ugrásokról, akár az orvostudomány, akár a szellem területén, mint amiket végrehajtottak, mert mindegyik változás valaminek véget vetett. És szerintem abban egyetérthetünk, hogy most is valamilyen változásnak vagyunk a tanúi. Az biztos, hogy ez az egész embert érinti. Érinti azt is, hogy az agyunk képes ennyi információt befogadni, tehát tényleg orvostudományi kérdés is. Érinti a lelki kérdéseket, tehát a pszichológusok tekintélye irracionális mértékben megnőtt. Érinti mindazoknak a kérdését, amelyek, mondjuk a filozófia kérdését, amelyek akörül összpontosultak, hogy mi a tekintély. Érinti a politika kérdését, mert úgy tűnik, hogy radikálisan új eszközökre van szükség ahhoz, hogy a tömegdemokráciákban valaki győzzön és ne veszítsen. És azt gondolom, hogy megérne monográfiákat ez a helyzet, amire majd elő lehet fizetni, mint régen a pornó csatornákra. Csak most a pornó mindenki számára hozzáférhető, és a minőségi tartalomért kell majd fizetni. Tehát egész egyszerűen csak az előjelek fognak megváltozni, de az emberi elme, a kreativitás, az, hogy az ember közösségi lény, el akar érni a közösségbe célokat, például politika révén, ezek nem fognak megváltozni. Tehát az emberi természet alapstruktúrája nem fog megváltozni, csak az eszközök, a technológia kényszerít rá minket arra, hogy más módokon keressünk utat a saját igényeinknek. Hogy egy szíjú közmondást mondjak, a farkas természete az, hogy harap. Az embernek is az a természet, hogy gondolkodik, beszél, cselekszik, közösségi céljai vannak, el akarja érni, ez nem fog változni. Úgyhogy én optimista vagyok itt a siránkozásaink közepette. Csak egész egyszerűen azt gondolom, hogy lépést kell tartani a világgal, vagy ahogy főigazgató azt mondta, elébe kell vágni. Tehát, hogy akkor alakítsuk át mi a saját képünkre ezt a világot, meg legyünk kezdeményezőek. Jó, akkor legyen ez az utolsó kör. Hogyan vághatunk elé a világnak? Ki kezdi? Te dobtad föl, tessék. Szerintem lejárt az időm. Tessék, vágj elé a világnak. Az a probléma, hogy az sem fog változni az emberi történelemben, hogy vannak olyan szerkezeti helyek, amelyek kezdeményezőek tudnak lenni. Mi itt most felháborodunk például a Facebookkal, Twitterrel kapcsolatban, hogy mi történik, de valakik mégis létrehozták, tulajdonolják, működtetik, hatalmi logikákat érvényesítenek benne, oda kell kerülni, hogy ilyen struktúrákat tudjunk üzemeltetni, létrehozni, elébe menni a világnak. És azt gondolom, hogy a felháborodás az jól áll nekünk, de azzal még nem lépünk a világ elébe. 2002, akinek nincs televízió, vegye magának. András? Hát alig ha fogok tudni most erre a kérdésre egy pedig teljesen hát, kidolgozott valakinek van, megnyugtató kell. Receptet
adni. Én azt gondolom, hogy bár a technológia arra csábít, hogy azt gondoljuk róla, hogy az általa felvetett kérdések és problémák azok, ami radikálisan újak, amelyek a világ történelemben először velünk, a mi életünkben merülnek föl. Például a média szabályozás, vagy a sajtószabadság legtöbb kérdés, az sok száz éves kérdés. Ugyanazok a kérdések, technológiai állapottól függően picit változó válaszokkal. Ilyen szempontból, ha ezt kiterjesztjük a általános érvényel, akkor azért a magyar történelem 1000 éve megmutatja azt, hogy hogyan, milyen túlélési stratégiával tudott a magyarság működni, és hogyha éppen az az értékrendszer, amit mi sok száz éve vallunk, és ami adott esetben most már nem olyan nagyon népszerű európai szinten, mondjuk így, vagy bizonyos esetben inkább már szégyelt, vagy egyenesen opponált, meg tud maradni, akkor is, hogyha egy európai mainstreambe nem fogunk tudni belesimulni, de akkor mi is tudunk valamiféle kis szigeteket létrehozni, vagy mint az őskeresztény közösségek visszahúzódni adott esetben a kazamatába. Aztán utána egy üldözött közösségből, hát mégiscsak a világ vezető kulturális és vallási ereje tudott lenni. A magyar történelem ilyen összehúzódásokra, kiterjeszkedésekre azért bőven mutatott példán. Szerintem a túlélési képességünk jó. Nem vagyok abban biztos, hogy magyarok fogják az amerikai technológiai cégek globális ellenlábasait megteremteni, de a magyar lelemény és innováció legalábbis a túlélésünket biztosítani fogja tudni. Vegyünk nyomtatott sajtótermékeket, vegyünk komoly médiumok különböző orgánumait, hogy biztosítsuk a túlélésüket, és alkossunk olyan közösségeket, ahol tartósan jól érezhetjük magunkat, akár többségben, akár kisebbségben. Ha már a Gáborra reagáltam, akkor engedd meg, hogy erre is. Tehát történelmi ismereteim szerint az őskeresztény közösségek, különösen az elsőket azért elég sűrűn vetették az oroszlánok elé, tehát reméljük, hogy ez nem történik meg. Máté, ez azért érdekes, mert ugye az ATV, a hídgyülekezetének kommunikációs és média kreativitása, az valóban egy nagyon komoly fejlődést eredményezett az utóbbi. Hát, amikor a gyülekedet képbe jött az ATV-nél, akkor az ATV most, nem akarok csúnyát mondani, egy sufni tévé volt, nagyon kezdetleges eszközparkkal, valamekkora nézettséggel, csődközeli helyzetben. És az, hogy volt egy vízió akkor mind a közösségben, mind a hídgyülekezete vezetőjében, meg akik ott dolgoztak azokban is, és szorgalmasan, bátran egyébként elkezdtek belefektetni energiát és pénzt. Ez kitermelte egyébként egy nagyon-nagyon sikeres tévécsatornát és média holdingot most már az ATV-nek a brandje alatt. Tehát én egy picit az ATV-t akartam egyébként is felhozni, hogy lehet elébe vágni, hogy nagyon sok támadás éri az ATV-t. Jobbról azért, mert baloldali tévé, ellenzéki tévé, miért szerepel ott ennyi ellenzéki politikus, és miért ilyen témákat dolgoznak föl. Baloldalról azért éri, vagy ellenzék részéről azért éri támadás a tévét, mert miért szólalhatott meg bármilyen újságíró, miért hívják be azokat a vendégeket, akiket behívnak, miért fogalmaznak meg kritikát az ellenzékkel szemben egy ilyen tévébe, hiszen ilyet nem szabad. Mégis az ATV belőtte magát egy ilyen, most lehet, hogy furcsán fog hangzani, de egy ilyen centrista álláspontra, ahol lehet ide is kritikát fogalmazni, oda is kritikát megfogalmazni. Látszik egyébként a nézettségi adatokból, hogy erre a társadalomban van igény. Hiába a hangzavar arról szól, hogy itt csak a szélsőségekre van igény, itt csak a radikalizmusra van igény, csak az ökocsamber, vagy hogy mondják ezt, az ilyen búrákra, véleménybuborékokra van szükség. Van egy vízió, mely szerint az emberek, a társadalomban van egy masszív réteg, aki szeretne árnyaltságot, szeretne egyrészt más réteget hallgatni, szeretne ütköztetni véleményeket, meghallgatni mindkét oldalnak az álláspontját. Igenis, nagyon sok ember van, akinek erre van igénye, és ez szerintem a bizonyítékot erre szolgáltatja az ATV-nek a sikere, vagy akár a Hetek, akár a Hit Rádió, akár az Ultrahangnak is a sikere, hogy párpolitikai elköteleződés nélkül, pusztán értékrendi, világnézeti hitelességgel lehet igenis közönséget tanálni. Tehát én azt mondanám, hogy hiába változik ki így a világ, hiába fordul föl, hiába van korszakváltás, hogyha valaki
sziklaszilárdan kitalt az elvei hite és meggyőződése mellett, akkor annak lesz közönsége, főleg azért, mert szerintem a nemzeti keresztény gondolkozásmód az egyetlen, ami a valós élet problémáira megoldást ad. A TikTok celebnek a magánéleti problémáira is, a 12 évesen nem váltásan gondolkozó embernek a mentális problémáira is, egyedül ez a világnézet és ez az értékrend tud megoldást adni. És végső soron, amikor magára marad ez az illető, akkor fogja keresni ezt a megoldást, és ha van platform, olyan tartalom, ami ezt a megoldást sugározza, vagy hirdeti, akkor remélhetőleg eljut hozzá is. Nem ehhez kapcsolódik, csak eszembe jutott, hogy ott ültem hátul, és hallgattam a panelt, amikor a Boris Kálnoki azt mondta, azt hiszem, a Cicero-val kapcsolatban, hogy nagyon sikeres, 22 ezer példány Németországban. Azért szerintem ezek olyan számok, tendenciák, ami arra sarkal minket, hogy egész egyszerűen fel kell venni a ritmust, tehát hogy itt valami máshol van szó. Nem lehet keresztbe feküdni az úton. Én csak ennyit akartam mondani. Így. Jó, de Mátét sem hagyhatom azért megjegyzés nélkül. Ugye a neoprotestáns étosz hozta létre az Amerikai Egyesült Államokat. Az Amerikai Egyesült Államok pedig létrehozta mostanában a woke-ot és a cancel culture-t, legalábbis egy része, úgyhogy azért ezzel is vigyázzunk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen, hogy ott hallgatták ezt a beszélgetést.